15 éve kerültem Szexhárra először. Mondhatni a szamárlétrát végigjártam a Tesco-nál is. Nagykanizsáról annó még osztályvezetőnek jöttem ide, hogy helyeztek ide. Annó, és akkor így fejlesztettem magam, meg fejlesztettek a vezetőim. És most már több mint 5 éve áruház vezető vagyok, de közben a 15 év alatt azért különböző pozíciókban visszatértem, de most már több mint 5 éve, mint áruház vezető vagyok Szexhárdon. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a helyi közösség léte legyünk, és tudjanak rólunk, én is tudjam az ügyesbajos dolgaikat, akár a potenciális vásárlóinknak, illetve a helyi vezetéssel, helyi cégekkel jó kapcsolatot kell ápolni. Én azt gondolom, hogy ez mindenki többre vezet, és itt nem pont a forgalomra kell gondolnunk, arra kell törekednünk, hogy pozitívak legyünk, és apró dolgokkal tudunk lenni, hogy tényleg pozitívan gondoljanak. Nem nagyon volt kapcsolat a Tesco és a város között, és az Istvánnal mi ezt elég komolyan elkezdtük közösen így építgetni, és a Rezső ebben teljesen partner, és a kollégái is nagyon komolyan partnerek ebben, hogy mi együtt dolgozunk, mert igazából mind a ketten egy közös célér vagyunk, és soha nem azt nézték, hogy Tesco, hanem azt nézték, hogy dolgozzunk együtt. És egy nagyon baráti kapcsolatok is alakultak ki. Őszintén megmondom, én nagyon jól érzem magam Szexhárdon, meg a Siklós közelsége miatt talán egy kicsit nyerő helyzetben is vagyok, hogy Szexhárdon lehetek. Én már szinte Szexhárdiak érzem magamat, és ez mind a vásárlókkal, mind a helyi közösséggel való jó kapcsolat is mutatja. Nehéz szívvel mennék el, az biztos. Vezetői megbeszélésen beszélgettük a kollégáimmal, hogy ha én jó vezető vagyok, az azért vagyok jó vezető, mert az emberém is jók. Ha az emberém rosszak, akkor én is rossz vagyok. Ez egy okozat. Az, hogy ezt a díjat megkaptam, nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök neki, de ez a kollégáim támogatása nélkül biztos nem lett volna ez, mert amit a helyi közösségért próbálok én csinálni, nagyon sokan mögém állnak, mellém állnak és segítenek, viszont le is vesznek terhet a vállamról, hogy tudjak azzal is foglalkozni, mert ez fontos. Tehát én azt gondolom, hogy ez a díj, ezt köszönöm mindenkinek, aki egyáltalán gondolt rám, a kollégáimnak, a családomnak, mert a családom is tudja azt, hogy ha a Szexhárdról van szó, akkor nekem a Szexhárd a Szexhárd. Ami jó hír, hogy sokszor elkísérnek ők is.